És akkor jöjjön az előadás, ja itt van, ez kell nekünk, aminek a hátterében álló természetvédelmi jeles napot azt Györfi Borbálával közösen kezdeményeztük, ehhez is köszönöm neki az együttműködést, és a képernyőn látjátok alul azokat az affiliációkat, ahova most tartozunk, középen pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a címerét. 2017-ben ő a tudománykommunikáció természettudományban mesterszak hallgatója volt, én pedig oktató, és úgy kerültünk össze, hogy megkeresett engem szakdolgozati téma ügyében. És akkor a továbbiakat majd fogom mesélni. Lehet, hogy az előadás egy kicsit ambiciózus, de én többféle célt is kitűztem. Az egyik bemutatás egy természetvédelmi problémának és a hátterének a bemutatása, aztán az annak, hogy hogyan válik ez talán majd megszokottá vagy hivatalossá, és természetes, hogy ebben a folyamatban egy csomó környezeti nevelési lehetőségről is szó lesz. És végül szeretnék együttműködést és segítséget kérni a hallgatóságtól. A témát tulajdonképpen remekül szimbolizálja ez az egyetlen fénykép is, ami még a boldog turisztikai időkben a barcelonai híres piacon készült, és azért csináltam, hogy a biodiverzitást tudjam valahogyan nagyszerűen, incsiklandóan szemléltetni. Aztán most rájöttem, hogy ez a beporzóknak a jelentőségét is jól szemlélteti, mert a kép jobb alsó sarkában lévő gombáktól eltekintve szinte más, minden máshoz szükség van a beporzókra. Gyümölcsökre, zöldségekre, fűszerekre vágyunk, és ezeket nem kapnánk meg nélkülük. A beporzók a mérsékelt égövön legnagyobb részben rovarok, és azok között is a legnagyobb részben méhalkatúak, és köztük a házi méh, de vannak köztük madarak is, és a legutóbbi időben megjelent a beporzók között az ember, mert hogy olyan mértékben fogynak a rovarok például Kínában, és olyan olcsó az emberi munkaerő, hogy megéri egész gyümölcsültetvényekben szomorú arcú asszonyokkal beporoztatni a gyümölcsfákat, olcsóbb, mint hogyha egy méhészt megrendelnének, aki odajönne a kaptáraival. Az előadás felvezetőjében egy kronológiát mutattam be, és úgy érzem, hogy akkor ehhez kell ragaszkodnom, tehát kezdjük azzal, hogy miért van szükség egy új természetvédelmi napra. Tényleg ez egy nagyon jogos kérdés, mikor tele vagyunk természetvédelmi jeles napokkal. Tegnap volt a méhek világnapja, holnap lesz a biodiverzitás világnapja és a magyar természet napja. Lehet, hogy egyel több csak ront a helyzeten, nem tudom megmondani. Minden esetre, mire ezt én így végigmondtam, valószínűleg végigolvastátok a szöveget, úgyhogy ezt nem fogom elmondani, csak az ökoszisztéma szolgáltatásokkal lépek tovább. Az ökoszisztéma szolgáltatások azok olyan a természet által nyújtott javak, amelyekért általában nem szoktunk fizetni. Ilyen például a jó levegő, a termőtalaj, egy erdő, a tiszta víz, esetleg a tiszta ivóvíz is. És ezeknek az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a sorában a rovarok óriási szerepet játszanak, vagy az előállítása során a rovarok óriási szerepet játszanak. Ezt egy példán szeretném bemutatni. Nemrégben készült ez a felvétel egy trágyakupacról, amit sűrűn borítanak a trágyabogarak, és valamivel később sikerült is elcsípni őket, amint kis trágyagolyóbisaikat görgették a puszta talajon, vagy itt van egy sokkal szebb, nagyobb felvétel, ami Gemencen készült egy kicsit régebben, tulajdonképpen a Szent Galacsinhajtónak egy kicsi magyar változatát látjuk. Ezek a bogarak, ezek nem undorodnak az ürüléktől, és nem csak, hogy feldarabolják, és ilyen módon hozzáférhetővé teszik például majd a végképp lebontó baktériumok számára, hanem el is ássák. Ugyanazt csinálják, amit a gazda. Aranyat ér az, amit csinálnak. És az ökoszisztéma szolgáltatások sorában van a beporzás is, aminek a lényege az, hogy ilyen gyönyörű, szép virágporszemeket, amik egyébként itt a scanning elektronmikroszkópos felvételen ki vannak színezve, ilyeneket szállítanak a beporzó szervezetek, vagy a szél, vagy a víz egyik virágról a másik virágra.
A beporzóknak a fogyatkozása Kínában és máshogy is az egy sokkal nagyobb bajnak a tünete, és a nap hátterében ez a nagyobb baj is ott szerepel. 2017-ben jelent meg német kutatóknak az a cikke, ami hát egy, mint a vészharang úgy szólalt meg a világ tudományosságában. Ezek a németek 27 éven keresztül vizsgáltak 63 kis természetvédelmi területet Németországban, úgyhogy nagy-nagy időközöket hagyva egy-egy napra maléscsapdát állítottak föl, ott az alsó képen látszik a maléscsapda, ez a repülő rovarokat fogja el. És aztán a nap végén kiszállították a rovartömeget, és megmérték a tömegét. És ezeket az együttes rovartömegeket analizálták aztán, és azt találták, hogy 27 év alatt folyamatos csökkenés volt, és a végére körülbelül egynegyedét sikerült csak fogni. Olyan ritka volt a mintavételezés, hogy nem létezik, hogy ők kigyűjtötték volna a faunát, tehát ez egy természetes fogyásnak, vagy hát valóságos fogyásnak az eredménye. A cikkben magyarázatot, többféle magyarázatot is adnak erre a jelenségre, majd erről mindjárt lesz szó. Ez volt tehát 17-ben, 19-ben már egy nagy átfogó review cikk jelent meg, aminek nagyon hangzatos címe van, az entomofauna, tehát a rovarfauna világ méretű pusztulása. Itt 73 tanulmányt elemeztek a szerzők, és azt találták, hogy a fajok kb. 40%-ára vetül a kihalás árnyéka, amelyek terjednek, azok általában a jól alkalmazkodó invazív generalista fajok, és ők azt állapították meg a cikkek alapján, hogy évi 2,5%-kal csökken a rovar tömeg a Földön, a minket körülvevő rovarvilág. A cikkek alapján ez a rangsor jött ki, a legnagyobb mértékben az élőhelyek változása szerepelt a pusztulásban, aztán a szennyezés, amiben a rovarölőszerek beletartoznak, azután a biológiai kihívások, például az invazív fajok, végül pedig a klímaváltozás. Hogy az élőhelyek változására egy példát mondjunk, ez itt egy hatalmas repceföld, és ha valaki belegondol, egy ilyen virágzó hatalmas tábla az a beporzó rovarok számára, amelyek a repcét fogyasztják, ez maga a paradicsom, ez maga a tejjel mézzel folyó Kánaán, hiszen ha megérkezik a rovar, akkor a kis ujjercseke nincs is neki, de nem is kell kinyújtani ahhoz, hogy ha egy virágból kiszűrcsölt a nektárt, egy másik virágot találjon, vagy virágporhoz jusson. Ez tényleg így van az évnek 3 hetében, durván áprilisban. És a maradék 49 hétben viszont sem búvóhelyet, sem táplálékot, semmiféle beporzó rovar ezen a táblán nem talál, sőt, esetleg kap a nyakába egy rovarölőszeres permetezést is a gyomirtókon kívül. Tehát ezek a táblák, ezek látszólag nagyon jók, és például a repce mézet gyűjtő házi méhek számára is alkalmasak, de általában a beporzó rovarvilágnak nem igen. Nekik ilyesmi kéne, egy ilyen sokfajból álló, folyamatosan virágzó rét, az a szezon egész hosszában kínál nekik eleséget is, és miután feltehetőleg bolygatatlan a talaj, hát sokkal több búvóhelyet tudnak készíteni maguknak, vagy találnak. A kutató nem azért kutató, hogy megelégedjen egy olyan tanulmánnyal, amelyik 73 dolgozatnak a review-ja. Ebbe az eredménybe természetesen belekapaszkodtak más kutatók, és idén jelent meg ez a cikk, amelyik óvaint attól, hogy könnyen kimondjuk azt, hogy pusztul a rovarvilág, mert egy ilyen drámai hangütés az a média számára nagyon jól emészthető, és nagyon felerősítik, és akkor mindenféle bajok lehetnek belőle a közvéleményben, vagy a döntéshozóknak az agyában, és ők arra intenek minket, hogy sokkal pontosabban fogalmazzanak. Ez a folyóiratnak egy külön számában jelent meg ez a cikk, aminek a címét látjátok, ez a szerkesztőknek a bevezetője, és én csak ezt az egy cikket fogom most így röviden bemutatni. Tehát az óvaintések után ők maguk emlegetnek eredményeket, hogy például a leghosszabb idejű monitoring egy 48 éves vizsgálat alatt az éjjeli lepkék 30%-a tűnt el Angliában, a területen, de mondják ők, a levéltetvek meg nem, és nem is mindenfajta élőhelyen.
aztán Hollandiában 26 év alatt 48 helyen fénycsapdával, talajcsapdával végezve a vizsgálatot, éli-lepkék, bogarak 40-60%-os fogyását találták, de poloskák, fátyolkák és kérészek meg nem fogytak. Szóval ilyen jellegű eredmények alapján mondják ők azt, hogy fogalmazzunk óvatosan. Még az utolsót hadd említsem meg, mert ezt tetszik nekem legjobban, Angliában csinálták, közösségi kutatás volt, tehát a laikusokat kérték meg, hogy számoljanak Szent János bogarakat. Ezeket viszonylag könnyű este, szép nyári estéken számolni. És 18 év alatt azt találták, hogy 75%-os volt a csökkenés. De, mondják a szerzők, ez nem a vegyszerek, meg nem az élőhelyváltozás, hanem a melegedés és a száraz idő klíma. Szóval lehet, hogy rengeteg kifogást lehet találni ezekben az eredményekben, de én úgy érzem, hogy az egész együttvéve olyan, mint az ezopuszi mesében a lábnyomok. Amikor a farkas csalogatja be a bárányt a barlangjába, és azt mondja a bárány, hogy megrettentenek a lábnyomok, mert látom, hogy minden nyom csak befelé megy a barlangodba, kifelé nem jönnek. Hát én ilyennek látom ezt a mostani helyzetet, hogy minden nyom a pusztulás irányába mutat. Aztán nem is egészen egy hónappal ezelőtt megjelent a legújabb metaanalízis, amely most már 166 publikációt vett figyelembe, mindegyik 10 évesnél hosszabb monitoring alapján készült, átlagban 20 év, és hát a summázata az az, hogy a szárazföldi rovarok egyensúlysága évtizedekként durván 9%-kal csökken, ez évi 1% durván, és a vízi rovaroké pedig 11%-kal nő. Ezt az utóbbit egyébként a vizek tisztaságával vagy tisztulásával magyarázzák. Tehát azt gondolom, hogy akármi van, az évi 1% is elég bajós jel, hogyha abba belegondolunk, hogy mennyire fontos a rovarvilág a mi számunkra. Itt van a két világtérkép, a szárazföld és a vízi fauna monitorozásoknak a térképe. Látjátok, hogy az északi féltekén történt a legtöbb vizsgálat, mert hogy a bajok is a legnagyobb mértékben az északi féltekén jelentkeznek. Így aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy az USA-ban már 1900, ahol a mezőgazdaság ipari fejlődése sokkal korábban ment végbe, mint Európában, már 1997-ben létrehoztak a bajós jelek miatt egy Pollinator Partnership nevű laza szövetséget. Ebben a kormányzattól a farmerekig mindenki benne van, és mindenféle akciókat próbálnak, hogy a beporzókon segítsenek. Az EU is, de már a 2000-es években létrehozta a maga méheg és beporzás hetét, ami egy háromnapos rendezvény az Európa Parlament épületében. Aztán az ENSZ elfogadta méhek napjául május 20-át, és 2017-ben már tudtuk, hogy előkészületben van az Európai Uniónak a beporzókkal kapcsolatos kezdeményezése a neonikotinoidok betiltásával együtt. Meg kell itt jegyeznem, hogy Orbán Zoltán ebben az időben már gőzerővel kampányolt a beporzók védelmében. Csak igen. Lépjünk tovább. Hogyan kezdeményeztük mi ezt az egész eseményt? Egy nagy feladatba vágtuk a fejszénket, és ezzel tisztában voltunk, mert egy olyan társadalom számára kellett a rovarokat pozitív színben feltüntetni, amely társadalom nem szereti a rovarokat. Nem csak Magyarországon, sehol, azt gondolom. Rettegünk a darazsaktól, utáljuk a szúnyogokat, undorodunk a legyektől, és így tovább. És ezért aztán nagyon óvatosan mertünk csak belevágni a témába. Körülbelül 2 hétig tartott, amíg mind a kettőnk tájékozódott, és eljutottunk oda, hogy mégiscsak lehet. Azt hiszem, hogy a rovarokkal kapcsolatos averzió mögött az a fajta gyanakvás állhat, amit itt ennek a macskának a testtartásában is látunk. Ő se tudja, hogy mi a csoda ez a katicabogár, ami olyan kis picike és annyira más, és mi se tudjuk jól fölmérni, hogy milyenek a rovarok, teljesen mások, mint az emberi szervezet, egészen más dimenzióban mozognak, esetenként sokkal gyorsabbak, mint mi, máskor meg nem mennek ki elég gyorsan a lakásból, szóval valahogy nagyon nehéz a dolog mögé kerülni. Aztán persze, ha az ember megismerkedik velük, akkor kiderül, hogy pont olyanok, mint az emberek. Erre majd egy-két példa talán lesz is az előadásban. Ennek a gyanakvásnak a legjobb példája számomra,
és itt most kedvenc poloskáimat is hozzam be, az ázsiai márványos poloska esete, ami nem Ázsiából, hanem Amerikából került Európába, mert először mi az emberiség behurcoltuk Amerikába, és aztán onnan behurcoltuk Európába. És itt vidáman elszaporodott, rengeteg új tápnövény talált magának, városi növényeket is, és most már minden városi lakosnak a lakásában is megjelenhet ősszel. Ez a poloska, ez sokkal kisebb bajt csinál, mint mondjuk a konyhai sváb, vagy mint a hangyák a konyhába, vagy mint a ruhamolyok a ruhás szekrénybe. Magyarul, vagy tulajdonképpen semmiféle bajt nem csinál, ha az ember nem bántja. Az ember bántja, akkor elengedi a büdös szagát. Ennyi az egész. Pár évvel ezelőtt még csak gyilkos szándékú véleményeket hallottam az ismerősöktől, vagy olvastam a médiában. Most már azért egyre többen vannak, akik rájöttek arra, hogy akár az újuk hegyén is kivéhetik, odavéhetik az ablakhoz, és kitessékelhetik a lakásból, és semmiféle bajuk nem fog történni tőle. Borival felmértük, hogy mihez értünk, és mihez nem. Ő a BSC szakdolgozatát Kolozsváron beporzókból írta, és nyilvánvaló, hogy a digitális kompetenciái sokkal jobbak, mint az enyémek. Én mögöttem meg hát komoly biológusi és egyéb szakmai tapasztalat állt, és egy kerttulajdonosként meg egy nagyon erős attitűd. Az egyéb tapasztalatra megemlíteném, hogy 1990-ben én voltam annak a négy személynek az egyike, aki a Földnapját Magyarországon meghonosította. Illés Zoltánnal, Foltányi Zsuzsával, Gadot György Pállal nagyszerűen dolgoztunk, és soha nem fogom elfelejteni azokat a fárasztó, de végtelen felvillanyozó hónapokat, amíg azt a napot sikerült hát útjára tenni. Miután Bori a szakdolgozatát ebből a témából írta, írásban rögzítettük a munkamegosztást, és miután ő az újságíró szakirányon végzett, ezt jóvá hagyattuk az újságírás szakiránynak a vezetőjével. Tehát ilyen tisztán tartottuk a dolgot a leendő bírálat kedvéért. Amikor január 11-én elkezdtük e-mailen szétküldeni a felhívásunkat, amit ketten írtunk alá, akkor már ezek a civil szervezetek szerepeltek a levélben, mint a Beporzók Napja kezdeményezés támogatói, és ezek az intézmények is beleírta a környezetvédelmért felelős államtitkárnak a támogató levelét is. Mert úgy éreztük, hogy a két magánszemélynek a kezdeményezése az messze nem annyira fajsúlyos, mint hogyha komoly szakmai testületek is kiállnak mellette, és jelzik, hogy ők is pontosan látják ezt a súlyos problémát. A felkészüléshez tartozott a kommunikációnak a tervezése. Nem akartunk arculatot tervezni, mert nem készültünk kiadványokat készíteni, de logót azt igen. És Bori évfolyamtársa Török Balázs volt olyan kedves, illetve Magyar Dávid és felesége, az én Kriszta lányom volt olyan kedves, hogy nekünk terveket készítsen. Ha megnézitek, az első tervek mind a két műhelyben, azok darás külsejű fullánkkal ellátott rovart ábrázolnak, és aztán sikerült elérni, mindkét csapat változtatott ezen, és meghagytuk a potrohók csíkozottságát, de visszavettük. Végül a második verzió győzött, talán leginkább azért, mert ezt a szívecskés verziót kitalálták, és ezt mindenki megszerette, és ez terjed leginkább. Bori megcsinálta az esemény honlapját és Facebook oldalát, és táplálta is 2018-ban hihetetlen energiával, mert ez megkívánta. Készítette egy kommunikációs tervet, és ezt nagyon hasznosan tudtuk magunk számára is forgatni, és elég jó be is tartottuk, azt kell mondanom, tehát ez működött az év során. A felkészülés harmadik fázisa az volt, hogy a honlapot és a feltöltöttük tartós tartalmakkal, a Facebook oldalra pedig kitettünk mindenféle érdekességet, és nyilván a biológiai jellegű dolgokat elsősorban én gyűjtöttem össze, ő viszont kidolgozott egy óravázlatot, meg is tartotta az óráját negyedikeseknek, aztán még egyszer megtartotta, és ezután letölthető formában kirakta a honlapra, és ez volt abban az évben a honlapról a legtöbbször kinyitott és letöltött állomány nagyon népszerűvé vált. Rengeteg egyszerű ötlet van benne, hogy hogyan lehet egy órán a gyerekek figyelmét felkelteni.
Itt látjuk Borit a gyerekek sűrűjében, ő nem ilyen picike, hanem ő ült, és a gyerekek rajzottak köré. A munka akkor is és azóta is önkéntes alapon zajlik, mindenki önkéntesen dolgozik. A jutalmunk az a rengeteg pozitív válasz, amit természetvédőktől és laikusoktól, szülőktől és gyerekektől kaptunk, és másik jutalmunk pedig az a rengeteg érdekesség, amit felszedtünk ez alatt az idő alatt. Így például megtudtuk, hogy a kapotnyakot nem mesztelen csigák porozzák be, pedig évtizedek óta, nemzedékek óta ezt tanítják legalábbis az ELT-n. Múzeumi kollégáim segítettek ennek a kiderítésében. Aztán kiderült, hogy nem csak a kolibrik, hanem európai madaraknak is lehet, kolibriknek, hanem európai madaraknak is lehet szerepe a beporzásban. A kolibri pettingnek nem találtam meg az eredeti közleményét, ezért csak emlékezetből mondom el, hogy Dél-Amerikában, Latin-Amerikában él egy látványos virágú növény, egyébként dísznövénykereskedésekben nálunk is előfordul, aminek a görbe kehely alakú virágját görbe csőrű kolibrik porozzák be. Egyenes csőrű kolibrik is ott sertepert élnek, azonban ha ők hoznak virágport, akár ugyanarról a fajról, akkor a virágpor rákerülhet a bibére, de nem ereszt pollentömlőt. Bocsánat, ha valakinek ez így nem világos, tehát a virágpor a bibébe kerülve pollentömlőt ereszt, és ezen keresztül jut el a pollenben lévő genetikai anyag a női varú petesejthez. Tehát ha egyenes csőrű kolibri jött, akkor nem indult meg a megtermékenyítés, ha meg görbe csőrű, akkor igen. És rájöttek, hogy ez azért van, mert a virág szelektál, és csak azoknak a kolibriknek a virágporára reagál, amiknek a csőre végigér, és a virágkehelynek a fenekéről szürcsöli fel a nektár. Ilyen módon tudják azt elérni, hogy nagyobb valószínűséggel jöjjön a fajazonos másik növényről a virágpor hozzájuk. Végül egy viszonylag friss cikk, amiben a szerzők azt állítják, hogy ők szolgáltatják az első bizonyítékot arra, hogy a növények bizonyos rezgés, nyilván nem hallanak, de bizonyos rezgésekre adekvát módon reagálnak, hogyha méhek közelítenek egy ligetszépe faj virágjához, akkor annak a nektárja 3 percen belül édesebb lesz, megnő a cukortartalma. És hát ezt ők úgy állítják, hogy az első bizonyíték, de a paradicsom termesztők már réges-rég tudják, hogy a paradicsom portokjai kinyílnak akkor, hogyha poszméhek mélyebb brumogó döngicsélését hallják, vagy hát az veszi őket körül, és nem nyílik ki, hogyha a házi méh jön oda. Végül alul ez a kép azt mutatja, hogy már a korvinákban is találunk legalábbis rovar evő madarakat, de hát ott vannak a virágok, ott vannak a rovarok, szóval ennek az egész beporzó körnek az elemei, és talán ez egy gyógyalak, talán egy kék színke, ki tudja, de mindenképpen szép. Próbálkoztunk, vagy igyekeztünk a humor eszközével is élni, hiszen a probléma nagyon súlyos és veszélyes, hogy az ember túl komolykodja. Ez a poszter, ez nagyon népszerű lett. Gombóc Artúr azért félhet, mert a kakaót az törpe szúnyogok porozzák be a legnagyobb mértékben, és ha ezek nem tennék meg, akkor bizony tényleg nem lenne csokoládé. Elérkezett a nagy nap, 2018. március 10-e, egy szombati nap, és számos helyszínen, számos esemény történt, itt 3 kép mutatja ezeket az eseményeket, és a következő dián pedig a budapesti eseményt mutatom be, mert az volt létszámában a legnagyobb. A Magyar Természettudományi Múzeum egy családi napot szervezett erre a napra, és 850 látogatónk volt, ami egy kiugró szám. Ezen a napon felállítottunk egy látvány méhecske bölcsőt, vagy rovarszállót. Szándékosan ilyen kihívó akác törzs részeire lettek felerősítve a méhek számára oda készített eszközök, hogy a látogatóink messziről is meglássák, hogy ott valami van, és oda menjenek. Ez így működött is. És nem csak ők látták meg, hanem itt a bizonyíték, a vadméhek is meglátták, fali méhek találták meg a kifúrt fa kuglikat, és itt ezek a sárra betöltött lyukok mutatják, hogy beköltöztek oda, illetve beköltöztették oda az utódaikat. Bori, mint Budapesti hallgató, ezen a rendezvényen vett részt.
Ő készítette el ezt a térképet, a Kárpát-medencének ezt a térképét, ahol virágok jelzik a településeket, ahol valamilyen eseményről mi tudomást szereztünk. Nagyon, nagyon boldogok voltunk, hogy 20 településen sikerült valamit kiváltani, és azt kell mondanom, hogy már akkor feltűnő volt, hogy milyen kreatív az a társadalom, aki fogékony volt erre az egészre, rengeteg jó ötlet gyűlt össze erre a napra. Nagyon komoly volt a média megjelenés is, és szeretném itt fölhívni a figyelmet a rádió sorra, tehát a harmadik sorra. Kossuth Rádió, Klub Rádió, Lánchíd Rádió, ez akkor még ellenzéki volt, és Katolikus Rádió. Tehát politikai nézetektől vagy vallási hovatartozástól függetlenül, világnézettől függetlenül mindenkit sikerült arra rávenni, hogy adjon hírt erről az eseményről. Mi történt a nagy esemény, az első esemény óta? 2018-as esemény óta felkérés alapján létrejött a Beporzók Napjának a szakmai tanácsadó testülete. Ennek a tagjait mutatnám be röviden. Bakonyi Gábor az MTA doktor, a zoológus egyébként. Ő a Szent István Egyetemen az ökotoxikológia mesterfokú képzésnek a megalapítója. Csak megjegyzem, nyilvánvaló, hogy kerül a beporzókhoz az ökotoxikológia. Csak megjegyzem, hogy az ökotoxikológiát a tudománykommunikáció természettudománybannal együtt zárta be a kormányzat akkor, amikor egy csomó szakot bezárt. Nem egészen jó problémaérzékenységről hát állítva ki tanúsítványt. Kovács Hostyánszky Anikó réges-rég foglalkozott már ökoszisztéma szolgáltatásokkal és beporzókkal, amikor mi beléptünk ebbe a folyamatba, és azóta is hihetetlen energiával kutat, és hihetetlen energiával népszerűsíti a kutatási eredményeket. László Zoltán, a kolozsvári Bábes-Bolyai Egyetem oktatója, Borinak a szakdolgozati témavezetője és a beporzó kutatója, és ő is örömmel vállalta. Mindegyikük első meghívásra vállalta. Orbán Zoltánt már említettem, hihetetlen, hogy a Zoli mit művel a magyar természetvédelmiért, szóban, írásban, nyomtatásban, fényképben, filmekben, mindenben végtelenül lelkesen. Sáros Pataki Miklós a Szent István Egyetemen méhészetet oktat és poszméhekkel foglalkozik kutatás szintjén. Ő is nagyon aktív a közéletben is. Végül Vas Zoltán a Természettudományi Múzeum darázs gyűjteményének a vezetője. És akkor most mondom el, hogy a Darazsak című könyve nemrégiben jelent meg, valami hihetetlenül jó olvasmány, és az azért kerül ide, mert ezek az ő szavai, a méhek tulajdonképpen darazsak, csak átértek a vegetáriánus életmódra. És a könyvében természetesen a beporzó méhekre is nagyszerű oldalakat szentelt. Anikónak pedig megjelent ez a brossúrája, ami letölthető az internetről, színes tartalommal, egyszerű szavakkal, és nagyon lényeglátóan minden laikus és szakember számára is jól használhatóan mutatja be a helyzetet. Nem a szakértői testület tagja Macali Kunigunda Kolozsvárról, de hát hihetetlen, hogy ő is mit dolgozik ezért a napért. Itt a fényképen a NEC mezében látjuk őt és segítőit. Ez egy Nature Education Community Center nevű közösségnek a rövidítése, de ő aktív az Ezerarcú Természet csodáiban, az az ő játszóháza, és minden évben rengeteg önkéntes toboroz, hogy a Kolozsvári Egyetem Múzeumában nagyon-nagyon gazdag eseményeket szervezzenek. Segítőnk, komoly segítőnk a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület beporzók munkacsoportja, akiket nem tudok megmutatni úgy, hogy 15-en áldogálnánk és integetnénk boldogan a kamerába, hanem itt a baloldali képen látjuk őtüket hátulról, amint éppen azt nézik, hogy a korábbi munkájuk eredményeképpen elkészült rovarszálló avatási ünnepsége hogyan zajlik. És a többi kép is mind munkában ábrázolja őket, ökokarácsony, beporzók napja és így tovább. Az a poszméhes fotó az éppen napokkal ezelőtt került ki az egyik tagtársunk Darvas Kata Facebook oldalára. A nagy esemény
óta összeszedtem, hogy mi minden történt, ezek csak azok az események, amiken én jelen voltam. Tehát rengeteg minden történt ezen kívül is, de én ilyen módon szelektáltam. És ha megnézitek a listát, ebben van tudományos jellegű, van fesztivál, művészeti, összművészeti fesztivál jellegű, van környezetvédő szervezkedés, és van online tanóra, minden csoda van. Egész, én is nagyon meglepődtem rajta, hogy mennyi minden történt. Remélem, hogy ennek így volt is értelme. Nem csak dumálás zajlott ám azóta, hanem van egész konkrét eredmény is. Például a sasoló drága Kovács Zsuzsa, Kocsis Zsuzsa, bocsánat, aki lefényképezte a rovar szállójára érkező fali méheket, amint éppen párzáshoz készülődtek, fölül a fehér homlokú hímet látjuk, és alul a fekete homlokú nőstényt, és aztán később lefényképezte a kémcsövet, amiből beleköltözött a fali méh, illetve költöztette az utódait. A fénylés miatt nem annyira jól látszik, de itt bizony két sárfalal elválasztott bölcsöt látunk, és mind a két bölcsőben azonos testtartásban két méhlárva falatozgatja a virágport. Most a legutolsó évnek az eseményei jönnek, és aztán majd a múzeumi eseményről is szó van, amit a beharangozóban így apostrofáltam. A Környezeti Nevelési Egyesületnek a munkacsoportja, amelynek az éves költségvetése abban 20 000 forint, és amiből még egy fillért nem költöttünk, nagyon ambiciózus tervet állított össze, hogy mi mindent szeretnénk csinálni, és ezek között szerepelt közterületi rovarszálloknak a felállítása, hogy a járókelők is lássák, hogy ilyeneket lehet csinálni otthon. És ezek közül az első elkészült, és nagyon szerencsésen még az epidémia előtt sikerült március 7-én felállítani Budapest 10. kerületével, és aztán később a cím alá oda kerülhetett ez, hogy nem hiába, mert itt látjuk, ahogy készül a rovarszálló, ez is ilyen látványos állványra ment föl, és itt van maga a méhecske bölcső rész, és néhány héttel a felállítás után itt lehet látni, hogy ugyanúgy itt is beköltöztek a vadméhek a furatokba is, meg a nádnak a nyílásába is, vagy a lyukjába is. Itt egy nagyon gondosan nyírót hatalmas gyepterületre néz ez a bölcső, de úgy látszik messzebbről is jönnek az állatok. A rovarszálló mellett ezt a táblát helyeztük el, a leglényegesebb információk kerültek rá, és egy QR kód, ami a holnapra vezeti a látogatókat. És aztán jöjjön a múzeumi esemény. Hárman írtunk egy cikket, Berényi Marian a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője, és nem mellesleg a Magyar Múzeumok című online folyóirat főszerkesztője. Víg Károly a Szavária Múzeum egyik vezetője, és nem mellesleg a Magyar Rovartani Társaság elnöke, és én voltam a harmadik. És egy felhívást intéztünk a Magyarország, illetve a hazai múzeumokhoz, hogy csatlakozzanak ehhez a naphoz, és próbálják meg valahogy megjeleníteni. Egy pár héttel később egy update cikket lehetett írni, 26, ha jól emlékszem, múzeum csatlakozott akkor a felhívástól, és már rettenetesen boldogok voltunk, mert látszott, hogy valami igazán jó várható itt a március elején. Megint csak Bori készítette el azt a térképet, ahol a csatlakozott múzeumokat látjuk, akik összesen, itt a települések vannak megjelölve, a csatlakozó múzeumok összesen 51-en voltak. És elképesztő, hogy milyen változatos megint az a sokféle módszer, ahogyan a múzeumok megtalálták, hogy ők hogyan kapcsolódhatnak ehhez a naphoz. Például a római korral foglalkozó Aquincumi Múzeum minden évben megtartja a Florália ünnepet, ez egy régi római ünnep a virágok körül, és idén elhatározták, hogy rovarszállót építünk, és vagy hát mindegy, szóval elhatároztuk, hogy rovarszállót fogunk építeni ezen az ünnepen. Azért jó dolog ez, mert a rovarokkal kapcsolatban rengeteg a verzió van, de úgy tűnik, hogy a rovarok és a virágoknak a
kombinációja ez nagyon jól elmegy. Így a közönség, a laikus és hát fenntartásokkal élő közönség is elfogadja a rovarvilágot. Ugyanígy a Nemzeti Múzeumban virágornamentika, iparművészeti virágornamentikáról beszéltek, a Gödöllői Királyi Kastélyban Sziszi kedvenc virágmintás tapétájáról, tehát a virágok nagyon is előtérben voltak. Például a Kékfestő Múzeum festőnövényeket mutatott be, a Néprajzi Jellegű Múzeum a népi méhészetnek a tárgyait. Szóval kiderült, hogy rengetegféleképpen tudnak a múzeumok csatlakozni ehhez az ünnephez. Azt gondolom, hogy óriási jelentőségű az, hogy a Google a Földnapján idén Magyarországon ezzel a nyitóképpel jelent meg. Aki rákattintott, az követhette ezt a méhecskét, amint virágról virágra száll, és mindenféle kalandok történnek vele, és mellesleg beporoz. Anélkül, hogy sajtóközleményt adtunk volna ki, vagy nagyon lihegtük volna ezt a dolgot, soha nem látott, ez ugye egy divatos kifejezés manapság, soha nem látott média figyelem fordult a beporzók napja felé valóban. Az EU Pollinators Initiative úgy gondolta, hogy ezt a mögött álló szervezet, hát úgy gondolta, hogy ezt a kezdeményezést 5 rövid reklámfilmmel fogja népszerűsíteni, és a Borit megkeresték, hogy az egyik reklámfilmet azt a magyar kezdeményezésről készítenék. A mai előadásra gondolva végre elkészült a Wikipedia szócikk, nagyon rösteltem, hogy nincs ilyen, de most már megtaláljátok, valaki, bárki megtalálhatja. Végül az Országos Széchenyi Könyvtár Jeles Napok szerkesztősége is befogadta a Jeles Napok sorába a beporzók napját. Nagyszerű anyagokat lehet ott találni más ünnepekről is. És legalul pedig a lakóhelyem a Budapest 12. kerület, tehát a Hegyvidék honlapjának egy részlete látható. A kerület már tavaly elkezdett egy méhbarát programot, és méhbarát kerület címen mindenféle események történtek eddig is, de itt lehet látni, hogy a beporzók napja az bekerült a honlapra is, és a programba is, és itt látjuk azt a posztert, ami a tegnapi napon jelent meg a Hegyvidék című folyóirat mellékleteként, amelyik a leggyakoribb beporzó rovarcsoportokat ajánlja az olvasók figyelmébe, és a leggyakoribb és legrovarbarátabb növényeket, amiket a kertben lehet telepíteni. És hát nem, végül, de nem utolsó, ennek az évnek egy óriási eseménye az, hogy erre a mai előadásra sor került, és ezért én nagyon hálás vagyok a szervezőknek. Elérkeztünk oda, hogy mit tehetsz te a beporzók érdekében, vagy a mi érdekünkben. Az első az, hogy aki utálja a rovarokat, az próbálja meg felülvizsgálni ezt az utálatát, és ha nem is szereti meg őket, próbáljon meg differenciálni, hogy melyiket kell utálni, és melyiket nem, melyiktől kell félni, és melyiktől nem. A fullánkos darazsakkal nagyszerűen együtt lehet élni, erre rengeteg példát tudtok ti is mondani, én is. Aki pedig átesett már ezen a sokkon, és jóban van a rovarvilággal, az pedig tegye meg, hogy próbálja meggyőzni a többieket, akik még nem, hogy a rovarok azok mennyire fontosak az emberiség számára, és a rovarok védelmére feltétlenül szükség van. Nem csak gondolati úton lehet segíteni, hanem egészen konkrét cselekedetekkel is lehet segíteni a beporzókon. Tavaly jelent meg a Nature-ben ez a felmérés, és ez mutatja, hogy akár városi területen lakó, akár melyikünk hasznos tud lenni ebben a területben. Angliában azt vizsgálták, hogy 4 közepesen nagy városban különböző emberek által létrehozott élőhelyeken milyen egyensúlyűség és milyen fajszám található a 3 taxonban, a méhalkatúak, a zengőlegyek, illetve a zengőlegyeken kívüli egyéb legyek, egyéb dipterák csoportjában. És ha csak így ránézünk erre a 6 grafikonra, akkor látjuk, hogy a trend az elég hasonló. Azt találták, hogy a közösségi kertekben van a legnagyobb diverzitás, és ott a legnagyobb az egyensúlyűség, aztán a magánkertekben. Itt egyébként a gazdag emberek magánkertjeiben nagyobb volt a diverzitás, és az egyszerűbb kertekben kisebb.
és a temetőkben. Ez volt a három leginkább a rovarvilágot és a beporzókat segítő élőhely. És a járdákon és egyéb mesterséges felületeken pedig gyakorlatilag semmit nem találtak. Ez azt mutatja, hogyha valaki akár lakótelepen lakik, akár kertes övezetben, vagy bérházak, régi bérházak övezetében, mindenhol tud találni valamit, esetleg mindenhol tud valami picike dolgot csinálni a beporzóként. Ha valaki olyan helyzetben van, hogy van kertje, vagy a barátjának van kertje, vagy a szülőjének, tehát bejáratos, esetleg bedolgozhat egy kertbe, vagy aki a lakótelepnek tudja egy olyan sarkát, ahova senki nem megy, és ott van valami zöld terület, az próbáljon meg rovarbarát kertet, vagy rovarbarát kert sarkot is létrehozni, egy olyan kis területet, ahol ilyen nagyon egyszerű eszközökkel a rovarokat oda lehet csalogatni, és kedvezni lehet nekik. Talán a legfontosabb, hogy legyen valami ennivaló, és legyen valami innivaló, ilyen nyári, jönnek most a nyári szárazság hetei, illetve hogy legyen búvóhely a számukra, de nyilvánvaló ennél sokkal több mindenre lehet gondolni. Szeretném itt bemutatni a saját kertemet, amelyikben tombolnak az invazív gyomok, amiktől nem tudok megszabadulni. Például a baloldali képen hátul látjuk a pesztercét, előtérben baloldal pedig a szolidágot, ami most még nincs virágzásban, már amikor a fotó készült. Az előtérben viszont egy olyan jövevényfaj van, amit én telepítettem be a kertbe, ez a parlagi ligetszépe. Egy két éves fejlődésű növény, ez már körülbelül sejteti, hogy ez nem invazív szerencsére, sőt drukkolok neki, hogy minél tovább megmaradjon. A parlagi ligetszépe az úgy nyílik ki késő alkonyatkor, hogy az valami csoda. Bemutatom, hogy milyen sebességgel. Mondjuk ott van a bimbó, amelyik már pattanásig feszült, és akkor kipattan, 2, 3, 4, 5, és ki van nyílva teljesen a virág. És mire 6-hoz érnék, addigra már ott leveg fölött egy szenderlepke, és kinyújtja a hosszú pödörnyelvét, és szívja ki a nektárt. A szenderek tudják, hogy a frissen kinyílt virágban a legtöbb nektár, és azonnal ott teremnek. És hát nyilván ellátják a beporzást is. A számtalan vendégünk volt, akivel sütögettünk, vagy ott lakott, vagy szóval ki ott volt este, aki megkérdezte tőlem, hogy Magyarországon élnek kolibrik, mert annyira kolibri-szerű ez a jelenség. Városokban, petunián is egyébként ez előfordulhat. Jobb oldalon a májvára nem érdemes szót vesztegelni, ott látjuk is a bogarat, amelyik nyilván zabálja a virágot, de hát közben talán be is bokkoroz, és alul a levendula is egy jövevényfaj, nem őshonos faj. A levendulára ugyanúgy, mint a nyári orgonára érvényes az, hogy lepkemágnes, vagy pillangómágnes, hát elképesztő, hogy milyen gyönyörűség azt elnézni, mennyiféle rovar jön oda. Ezt a kertet, ezt a virágokért is, meg az őshonos növények kedvéért is próbáltam minél többféle fajjal benépesíteni, és a gyümölcsös részét, ami egy korábbi krumpli földből lett kialakítva, azt kézzel kaszálom, és igyekszem az őshonos növényeket kikerülni, és a többit írtani, és valóban most már egy egész jól hasonlít egy kaszáló réthez. Ebben a kertben 2016 karácsonyára kapott, Zsóka lányomtól kapott rovar szálot helyeztem ki, 17 tavaszán, és mikor láttam, hogy abban pillanatban megjelennek a falimélyek, akkor lementem ott a lapára, és gyűjtöttem nádat, meg furkáltam az akác kuglikat, hogy legyen elég férőhely a jövevényeknek, és hát egyszerűen gyönyörűség volt látni, hogy milyen szorgos munkával hordták oda a nektárt meg a virágport. A beporzóknak az intenzíven megjelenése, az meglátszott a gyümölcsfáknak a termés eredményén is. Tavaly soha nem látott gyümölcs termésünk volt. Idén a fagy elvitte, de ez most nem számít. A kert az tényleg szinte egy paradicsom, vagy legalábbis a másik lányom és a bejem, akiket már egyszer emlegettem, hogy úgy gondolta, és miután ők kerámiával is foglalkoznak, elkészítették nekem ezt a szintén egy későbbi karácsonyi ajándék, ezt a táblát, amit persze boldogan kitettem,
ez kedvesség is, de egy óriási hát, kötelezettség rám ruházása, hogy most már akkor mindent meg kell tenni, hogy ilyen legyen. Mellesleg megjegyzem, és ez is egy segítség lehet, ha ebben bárki közreműködne, hogy egyáltalán nem lenne hülyeség egy ilyen címet meghonosítani, létrehozni a feltételrendszert, a bírálati rendszert, és valami kitüntető bármit kitalálni rá. Nem kellene nagyon sok ahhoz, hogy ez bárki elérjen. Nem csak virágokat lehet ültetni, vagy ilyen kicsiket dolgokat telepíteni, hanem egész rovarhoteleket lehet létrehozni, ahol a legváltozatosabb élőhelyeket kínáljuk, a legváltozatosabb búvóhelyeket kínáljuk, és ennek ugyanilyen toprongyos a megjelenése, de a tetején ott van az a hát szárazságtűrő növényzet, ami az egészet valahogy üdévé, és nekem nagyon barátságossá teszi. Lehet ilyen kicsiben gondolkodni, egy egyszerű tűzifa darabba is furhatunk lukakat, cifrázhatjuk kicsit, vagy olyan ajándéktárgyat készíthetünk. Ennek a J-betűs megajándékozottja az itt van a nézők között. Üdvözlöm! Ajándéktárgyat készíthetünk, aminek örülhet a megajándékozott, amikor kapja, aztán örülhet, amikor beköltöznek a méhek, és egy évma örülhet, amikor kiköltöznek az utódok. És íme egy bizonyíték egy évának az ilyen fadaraba, ja, ahol itt alul látszik, hogy ezeket már idén készült ez a kubli, és idén már belakták. Egy flakonba bedugott nátszálak megteszik, az egész nem nagyon barátságos, és ronda is, hogyha ránézünk. Szerencsére ez a fali méheket egyáltalán nem érdekli, és látjuk itt is a képen, hogy számos nátszálat belaktak. Tehát ilyen egyszerű módszerekkel, vagy bonyolultabb rovarhotelekkel is lehet operálni. És azt javaslom, hogy ne felejtkezzünk el a humorról. Itt valaki csinált Angliában egy ilyet, és a Buckingham Palace mintájára Buckingham Palace-nek nevezte el. Ilyen viccekkel talán elfogadhatóbbá lehet tenni egy ilyen csúnya létesítményt, a mi szemünknek csúnya létesítmény. Azt gondolom, hogy fontos, hogy kommunikáljuk a szomszédoknak, kommunikáljuk a családnak, hogy mindenfajta rendetlenség a kertben az egy gondosan létrehozott rendetlenség, mindenfajta vadnövény, mindenfajta gyom, gaz, ami gyönyörűen virágzik egyébként esetleg a kertben, az gondosan eltervezett dolog és a természetvédelmét szolgálja. A beporzók napjának az a különlegessége, hogy nem csak a házi méhekre koncentrál, mint a méhek napja, vagy a magyar méhek napja, vagy más, vagy akár az USA és EU kezdeményezések egy része, hanem tulajdonképpen társulás szintű, vagy ökoszisztéma szintű javulások révén próbálja elérni azt, hogy sok-sok-sok-sok beporzó fajnak legyen jó. És hát azt gondolom, hogy nagyon jól lenne az, hogyha mennél többen gondolkodnánk úgy, hogy már most megnyitjuk azt a mappát a számítógépünkön, ami a jövő évi beporzók napjának a leendő anyagait fogadja be. Ezt a 2018-as beporzók napja utáni napon Macalik Kunigunda küldte nekem ezt a hírt, hogy ő már megnyitotta a 19-est, és azóta is én is így élek, hogy mindig létrehozok, és egy ilyet is elkezdem gyűjteni. Készülünk már most arra, hogy amire jövő évben eljön a március 10-e, addigra legyen szellemi muníciónk, hogyha bárkinek beszélni kell, akkor tudjunk beszélni arról, hogy miért fontos ez, és hogy mit tehet bárki ennek érdekében. Esetleg készüljünk arra, hogy legyenek már kész bölcsőink, vagy kész rovarhoteljeink. Esetleg még idén vessük el azokat a magokat, amik a rovarok számára rovarlegelőt hozhatnak létre, és így tovább. Szóval készüljünk az ünnepre, és aztán jövőre vegyünk részt rajta, és tényleg azon a napon engedjük el magunkat, és örüljünk annak, hogy milyen sok jót tettünk az elmúlt évben. Ha megnézzük Színyei Mersének a Majáris című festményét, mindenki ismeri, egy gyönyörű nő látható rajta, akkor ennek a festménynek a két oldalán tulajdonképpen a beporzókról és az őket kiszolgáló virágokról van szó. Íme már Színyei Merse is tudta, hogy mi a természet fővonala, csak hát lehet, hogy van olyan művészet kezdvelő közöttünk, akinek a számára, vagy egyéb ember, akinek a számára nagyon hiányzik az a
kedves szép popó középről, hát íme itt van egy másik popó, amelyik legalább annyira kedves szerintem, és hát nagyon a lényegről szól. És hát ezzel a képpel szeretném megköszönni a figyelmeteket, és azt, hogy mindezt elmondhattam.